Az Óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola első helyezést ért el a községi sakkversenyen a csapatok konkurenciájában. A Szever Gyurkics Általános Iskola pedig második lett. A versenyen összesen 26 fiatal sakkozó vett részt, két óbecsei általános iskolából. A házigazda a Petőfi Sándor iskola volt. Egy-egy parti 15 percig tartott, a versenyt a svájci rendszer alapján bonyolították le. A megmérettetés előtt a résztvevők között optimista volt a hangulat. Mi az osztályban elég sokat szoktunk sakkozni, főleg szünetekben. Mindenki mindenki ellen leginkább, néha nyerek, néha vesztek, és szerintem ez így igazságos. Én a nagypapámtól tanultam a sakkot, és hát szoktunk nagyon sokszor sakkozni, amikor együtt vagyunk. És szünetben, ahogy mondta a Blanki, szoktunk sakkozni, és hát néha nyerek. Sokat szeretnék még jönni sakkversenyre, ide is, meg máshova is, és szeretek így nyerni is, de elfogadom, ha vesztek. Szeretek sakkozni, én a mamámtól tanultam, és szeretem, amikor játszhatunk együtt. Örülök, ha én is nyerek, meg ő is nyer, és néha még a tatám is beszokott kapcsolódni a játékba. Örülök, hogyha a tata nyer néha-néha, mert akkor nem lesz az a végén, hogy aztán játszani kell még egy kört, aztán meg a mamával lehet még egyszer játszani. Én a apától meg a tatától tanultam, meg az iskolában nagyon sokat szoktunk sakkozni, a szünetekben nagyon sokat, és én szoktam nyerni, de van, hogy veszítek, és így gratulálok az ellenfélnek. Én azért próbáltam eljönni, de hogy szerencsét próbáljak, és lát, hogy nyerek, vagy nem. A sportvetélkedő szervezője Óbecse Község Sportszövetsége. A realizációhoz a Pion Sakk Klub is hozzájárult. A résztvevők két kategóriára voltak felosztva. Elsőtől negyedik osztályosok és ötödiktől nyolcadik osztályosok csoportja. A sakk a logikus gondolkodást fejleszti a gyerekeknél, valamint ugye a tanulásban is segíti őket, hogy jobb eredményeket tudjanak elérni. A fiatalabb kategóriában a legsikeresebbek voltak a Szever harmadikos tanulói. Az első két helyezett Székács Dávid és Szilágyi Ákos. A lányok konkurenciájában az első helyet Tripolszki Blanka nyerte. Lapis Judit második, Dóci Anna Lúcia pedig a harmadik lett. Az idősebb kategóriában a házigazda iskola tanulói domináltak. Az ötödikesek között a legjobbak Szaniszló Dominik és Gábor Antónió. A hatodikosok közül Flajsz Ákos és Kelemen Károly a fiúk konkurenciájában. A lányok konkurenciájában pedig Zavarkó Natália lett a legjobb. A hetedikesek közül megjutalmazták Petár Vukszicset és Lapis Dávidot a Szever Gyurkics Általános Iskolából. A nyolcadikosok kategóriájában az első három helyezett Péro Martinovics, Tóth Ákos és Zorád László lett.